A Palotai Turul Társaság szervezésében a magyar hadtörténet egyik legnagyobb tragédiájára, a Don kanyarban elhunyt hősökre emlékeztek január 12-én. 1943. januárjában a keleti hadszíntéren néhány nap alatt több mint 130 ezer magyar katona esett el, vagy fagyott halálra a Don folyó partján. A szívszorongató tragédiában elhunyt áldozatok emlékére Szent Mise keretében, majd ezt követően a Turi téri világháborús emlékműnél tartottak megemlékezést. Mindenható Úristen, könyörögve kérünk, hogy fogadd el imádságunkat mindazokért, akik életüket áldozták hazájukért, akik vállalták az emberének küzdelmét a legszörnyűségesebb állapotokkal és embertelen körülmények között is, és fogadd el az ő küzdelmüket. Arra kérünk, ismételten áldj meg és szenteld meg ezt a táblát, amely az ő hősiességüket, szenvedésüket és dicsőségüket jelenti és példázza a számunkra. Krisztus, a mi Urunk által. 1943-ban az ország vezetése nem tudta kiküszöbölni azt a szörnyű tragédiát, melynek következtében tízezrek, százezrek haltak meg, fogalmazott Schmidt Ferenc a Doni Bajtársi Szövetség képviseletében. És itt nem csak a katonákra kell gondolnunk, hanem azokra a családtagokra, édesanyákra, gyermekekre, akik ugyanúgy szenvedtek idehaza, és fordultak a Jóistenhez imával, reménykedéssel, hogy hazaérjenek. Néhányan a túlélők közül még jelen voltak a városi megemlékezéseken az elmúlt években, név szerint Jakab Viktor, Szabó István és Molnár Lajos, akik személyesen tapasztalták meg azt a sok borzalmat, melyet a hidegtől, az éhezéstől és a halálfélelemtől kellett elszenvedniük. De sajnos ők már nincsenek közöttünk. És nem felejtjük azt a történelmi tragédiát, ami a magyar lakosságnak százezreit érintette. Nem csak a Donkanyarban, a családoknál, az egész országban, és ilyen értelemben azt lehet mondani, milliók gyászolnak ma is, és gondolnak a Donkanyar hős katonáira. Ha vannak angyalok, nem járnak erre most, csak ördögök tüzelnek ránk, vivát, vivát, vivát. Ha élne még anyám, volna házam s hazám, ha várna még a kedvesem, minek, minek, minek. Az emlékezők átvonultak a Turi téri első és második világháborús emlékműhöz, ahol Schmidt Ferenc mondott ünnepi beszédet. Kiemelte a 71 évvel ezelőtt történt tragikus eseményt, mely a második világháború sok-sok tragédiája között az egyik, mely Magyarországot súlyosan érintette. A megemlékező gondolatokat követően Kun László Botond, Garai János a Honvéd halála című versét mondta el, Szűcs Gellért pedig trombita szólót adott elő. A Doni áldozatok emléke előtt koszorút, illetve a megemlékezés virágait helyezte el a Magyar Honvédség Bakonyharci Képző Központ, a Gábor Áron nyugállományúak klubja, Várpalota város önkormányzata, a Történelmi Vitézi Rend, az Attila harcosai várpalotai barantások, a szervező Palotai Turul Társaság, a Doni Bajtársi Szövetség, a Szebb Jövőért Magyar Önvédelem Várpalotai Egysége, illetve az Új Magyar Gárda Tolna megyei egysége.